After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin, and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Az utolsó mondatra emlékeztek, ugye? Prepare to meet thy God. Készüljetek fel, hogy találkozunk Istenünkkel. Ez a legnagyobb üzenet, ami nekünk adatott, és én örülök, hogy adventista vagyok. Amit láttátok a rövid filmben, csak a főbb mozanatokat tekintett át a narrátor, hogy mi az adventista egyháznak, mi az advent üzenet mozgalmának a története. Készülj Istened elé, ez a Károlyi fordítása, Ámos 4. fejezete 12. verse. És ahogy láttátok, a Biblia proféciái beteljesedtek. Láttátok, hogy 1798-ban Berthier tábornok, ahogy azt megjósolta a Biblia, a pápaság halálos sebet kapott. Berthier tábornok fogságba ejtette a pápát, és utána azt mondja a Biblia, de a halálos seb begyógyul, és az egész világ csodálva követi a pápaságot. Látjátok, kedves fiatalok, hogy ez a ti szemetek láttára valósul meg. Néhány száz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy a katolikus egyház feje Amerikába megy, abba az Amerikába, ahova azok az alapítók menekültek, akiket épp a pápai hatalom üldözött. És most az Amerikai Egyesült Államok, maga az elnök is örömmel fogadja a pápát. A szemünk előtt teljesedik be a Biblia proféciája, az egész világ csodálva követi a fenevadat. És én örülök annak, és gondolom ti is örültök, hogy mi nem vagyunk a sötétség gyermekei.
hogy a kezünkben van a Biblia, és a Biblia alapján pontosan tudjuk, hogy ami történik, annak mi a valódi értéke Isten szemében. De nem a proféciákról szeretnék beszélni a mai napon, hanem arról, hogy készülj Istened elé, ez számomra legalább két üzenetet rejt magában. Az egyik az, amiről már beszéltem, hogy az advent mozgalomra Isten végidőben élő egyházára bízta azt az üzenetet, hogy készítsen fel egy népet, amely majd találkozni fog Istennel. Illetve a másik fel, amiről még beszélni akarok, hogy készülj Istened elé, ez egy személyes üzenet. Nekünk egyen-egyenként mindannyiunknak meg kell lenni Isten előtt. Nem tudom, hogy ti erre szoktatok-e gondolni, hogy találkoznatok kell Istennel, az egész univerzum teremtőjével. Azzal az Istennel, aki úgy szeret bennünket, hogy a saját fia életét adta értünk. Nem tudom, hogy ti hogy gondoltok erre? Szerintem van, aki úgy gondol rá, hogy kicsit még várjunk ezzel. Félelmetes. Hogyha most jön el, akkor szabad így mondom, nekem annyi. Van, aki úgy gondol rá, hogy a Biblia szerint íme Istenünk, akit vártunk, és örülök, hogy végre személyesen találkozhatunk. Azt szeretném kérdezni mindenkitől, nem kell válaszolni, nem kell kezet föltenni, hogy te, hogyha a szívedet vizsgálod a mai napon, akkor te melyik csoportba tartozol? Aki azt mondja, kicsoda állhat meg, mert megemésztő tűz jár előtte, és ezért félek, hogy én is el fogok pusztulni, vagy azok közé tartozol, aki azt mondja, várom, mert mindig rá gondolok. Várom őt, mert tudom, hogy ő a szeretet. Várom őt, mert végre szemtől szembe akarok találkozni azzal, aki az életét adta értem. És hallani akarom a hangját, és vele akarom tölteni a hátralévő örökké valóságot. Melyik csoport vagy? Szerintem ez az életnek a kérdése. Ezért élünk. Ez az életünk egyetlen célja, hogy ebben a kérdésben, hogy Jézushoz mi a viszonyunk, az univerzum teremtőjéhez mi a viszonyunk, erre kaptunk még egy lehetőséget. És te olyan szerencsések vagytok, mert még, nem tudom, mit mondjak, 10 évesek vagytok, 20 évesek vagytok, 30 évesek vagytok, 40 évesek. Tehát még fiatalok. Tehát még fiatalok vagytok. És én nem szeretném azt, mert én megvallom nektek őszintén, én éreztem azt, és amikor imádkozom, gyakran érzem azt, hogy mennyi évet vesztegettem el. Az életemből mennyi évet vesztegettem el szemét dolgokra. Valamiről tudtam, hogy szemét dolog, bevallom nektek, valamiről nem tudtam, hogy szemét dolog. És elmentek az évek. De örülök annak, hogy találkoztam az igazsággal, és valamikor dönthetem el, hogy ami még hátra van, annak nekidőlök és csinálom. Ti annyira fiatalok vagytok még, hogy most kell döntenetek. Azt kell mondanatok, én ahhoz a csoporthoz kívánok tartozni, akinek a legfontosabb az életében az, hogy Krisztussal személyes szeretet kapcsolatba kerüljön, és hallja az ő hangját, a Szentlélek hangját, és azt kövesse a szívében. Nekem ez az életcélom. Nektek is ez? Ha még nem ez, mert az is egy válasz, ha még nem ez lenne az életcélotok, Isten akkor sem vett ki benneteket. Isten nem azt akarja, hogy valaki csak úgy kövesse őt, mert egy másik prédikátor, egy szülő, egy tanár, vagy esetleg csak úgy valamilyen, hogy is mondjuk, a pszichológia nyelvén valamilyen ilyen érték meghatározó személy azt mondta, hogy te legyél keresztény, és kövess Krisztust. Ha abban az állapotban vagy, hogy még ez nem dőlt el benned, Isten akkor sem vett ki téged. Istenen van az a feladat, hogy minden szívet egyen-egyenként megkeressen, és minden szívre egyen-egyenként a Szent Lelkével hasson, és megérjen benne a döntés. Ha olyan állapotban vagy, hogy még, Józsi, nem tudom még eldönteni. Én nagyon szeretnék ahhoz a csoporthoz tartozni, aki majd tiszta szívvel mondja, ez a mi Istenünk, akit vártunk, de úgy érzem, hogy még nem itt vagyok. Inkább úgy érzem, hogy félek, hogy mi fog történni, hogyha Isten visszajön, és még várjon egy kicsit, még ne jöjjön. Akkor, amikor magányosan, kettesbe vagy Istennel, mondd ezt el neki. Amikor azt kérdezték Pétertől és az apostoloktól, amikor felismerték, hogy Krisztus az Isten fia, mit kell akkor tennünk? Azt mondta, valljátok meg bűneiteket. Én így fordítom le, valljátok meg a jelenlegi állapotokat Istennek. Őszintén. Őszintén. Mint a legjobb szülőnek. Senki más nem hallja azt. Bezárkodsz a szobádba, lettél és azt mondod, Atyám, én nem ismerlek téged úgy, ahogy ismerni kéne, hogy ki kéne.
Az életem még nem alakult teljesen át, de szeretném, hogyha te gondoskodnál rólam. Szeretném, hogyha te változtatnád meg a szívem indítékait. Szeretném, hogyha te adnál nekem új szívet teljes egészében. Munkálkodj a te szent lelkeddel a szívemen. Én átéltem ezt. Amikor a gyermekem született 30 évvel ezelőtt, 7 hónapra, akkor azt mondtam Istennek, én ezt a gyereket miattad tartottam meg, őszintén beszélek hozzátok. Tudtam, sejtettem, hogy te vagy, ezért nem vetetem el. De most 7 hónapra született, inkubátorba fog kerülni, funkcionális anatómiát, kortant, stb. Tanultam, és onnan tudtam, hogy akik inkubátorba kerülnek, azok megvakulnak, fogyatékosok lesznek, és még sorolhatnám. Azt mondom Istennek, Debrecenben, éjszaka, amikor mentem a klinikára, amikor megszületett, azt mondom neki, én miattad tartottam meg ezt a gyereket, ha ilyen dühösen, ha bármi baja lesz, akkor te nem vagy. Ha bármi baja lesz, akkor tudom, hogy te nem létezel. De a Szentlélek munkája is azt mondta, vessző, de ha meggyógyul, ha semmi baja nem lesz, akkor én őt neked nevelem. Egy katolikus pap lesz. Ez volt a fogadalmam. Én is katolikus voltam, hát úgy névileg. Akkor katolikus pap lesz, mert én már annyira bűnös vagyok, annyira gonosz vagyok, hogy én belőlem már nem lehet. Nem lehet evangelizátor, nem lehet pap. Úgyhogy legyen ez a deal. És ennyiben maradtunk Istennel. Istennel egyességet kötni, nagyon vigyázzatok. Nagyon komoly dolog. Ő komolyan veszi. 4 éves lett a gyermek, és megnyerte az első kerületi kerékpárversenyt. 5 éves lett, megnyerte a következőt. Ilyen gokár meg kerékpárbajnok lett, de nem ez a lényeg. Hanem miközben vittük haza az első díjat, a kerékpárt, meg a gokárdot, egy és két évvel később, akkor egyszer csak megszólt bennem valami, nem volt közöttünk egy deal? Azt mondtad, hogy ha ez a gyerek teljesen egészséges lesz, akkor nekem fogod őt nevelni. Eddig még nem láttam, hogy ez történt volna. És azt mondom, Uram, így lesz. Elkezdtem gyerek hittanórákra járni. Pszichológiát tanultam, beültem, mint pszichológus, nagyképűen ilyen csoportokba, és néztem, hogy melyik hitoktató hogyan tanít. Hogy a gyerekemet olyan kezekbe tegyem, aki majd igazán papnak neve, nem lehet csak akárkire rábízni. Isten, mivel beképzelt voltam, mivel okosnak tartottam magam, mivel kritikus gondolkodásom volt, ezt a kerülőútot találta ki a számomra. Képzeljétek el? Gyerek hittanakra ültetett be engem, azzal a szemszóval, én a gyerekem miatt járok erre a hittanra. És közben egyre többet megismertem a Bibliából. Addig, míg lenne egy olyan előadásra vitt el, hogy amikor már úgy ültem ott, hát az új szövetséget már elég jól tudom, nézzük, mit mond ez a prédikátor, így egy ilyen attitűddel, és elkezdett beszélni, az volt az előadás címe, Jézus az evangéliumokban. Pont olyan témát választott Isten, amiről azt gondoltam, hogy legjobban tudom. És elkezdett beszélni a prédikátor, és azt mondom, hát ez tényleg így van, ez is így van, ez is, tudom, hát ismerem az evangéliumokat, de ez még csak hagyjám, ha egyszer csak egy olyan erő fogta meg a szívemet, ez az, amit kerestél. Nem csak a gyereked miatt kerested, azért kerested, mert te voltál szomjas. És onnantól kezdve soha semmi más nem érdekelt. Ez az én utam. Nem mondom, hogy mindenkinek ilyen útja van. Van, akinek nem ilyen látványos. Van, aki nem ennyire elveszett, mint én, hogy Istennek oda kell dübrögni, hogy megfordítsa őt. Van, akit centiről centire, méterről méterre vezet. Van, aki egyáltalán nem is emlékszik a pontos idejére annak, amikor megtért. Nem az a lényeg. Egyet tudhattok. Én személyesen tudom, és ti is sokan személyesen tudjátok, hogy Isten személyre szabott tervet készített nektek is, mint ahogy nekem, és mindenkinek. És azt nézi, mikor tudna a szívedhez közel kerülni. Akarod-e Isten tervét az életedben megvalósítani? Különben érdekes, mert miután ez a találkozás lezajlott, és nem tudom, többen talán tudjátok, többen nem tudjátok, hogy én egész életemben hipnoterapeuta vagy hipnotizőr akartam lenni. Ezért mentem pszichológiára, ezért tanultam meg, mert 13 éves koromban hipnotizáltam a családtagokat, az öcseimet. Egész sikeresen. Ma is mondják, hogy nem akarsz újra hipnotizálni. Mondtam, a Biblia tiltja.
A Biblia teljes mértékben kizárja a hipnózist. De gondoljatok el valakit, aki 13 éves kora óta azért készült gimnáziumban, később a felsőoktatásban, hogy hipnoterapeuta legyen. Megkapja a diplomáját, és akkor Isten beszól, a hipnózis az sötétség hatalmától van, nem használhatod. De olyan könnyű volt a lemondás. Azt mondtam, nem, hát amikor megismertem Istent, amikor a Szentlélek bevilágított a szívemben, abban a pillanatban könnyűvé vált a lemondás. Nem akartam már többé hipnoterapeuta lenni. Téged mi választ el Istentől? Van, akit például az választ el, hogy szeretne több vagy sok pénzt, vagy gazdagságot, aranyat. Megértem. Megértem. Azt mondja, kicsit még szeretnék élni, becsületesen dolgozni, összeszedni valamit, hogy úgy kicsit élvezzem az életet. De elgondoltátok azt, hogy amikor az új Jeruzsálemben leszünk, Jeruzsálemnek az utcái lesznek arannyal kikövezve. Jeruzsálemben azt mondja Isten, neked nem aranyat adok, hanem ez a része, ez a, nem tudom, hogy nevezem, naprendszer, itt kell engem képviselned. Neked adom. Hatalomra vágysz? Szeretnél irányítani, vagy más embereket? Vagy csak, hogy tiszteletet ébresz másokban? Amikor örök életet fogunk nyerni, maga Krisztus fog koronát helyezni a fejünkre. Királyok leszünk. De nem ez a lényeg, szerintem. Hanem, amikor én is pénzre vagy hatalomra vágynék, akkor nagyon egyszerű gyógyszerem van. Csak arra gondolok, hogy Krisztus, aki az első, ő szegényé tette magát, letette a királyi palástját, letette a királyi koronáját, és eljött erre a beteg földre, hogy ember legyen, hogy szegény legyen, és hogy mindenkit szolgáljon. El tudjátok képzelni az univerzum királyát, aki a teremtő, hogy lejön a teremtményeihez, és szegényként, szolgaként, megvetettként minket szolgál. Amikor erre gondolok, akkor egyáltalán nincsen kedvem ahhoz, hogy gazdag legyek. A pénz elveszíti minden erejét. Amikor Krisztusra gondolok, akkor nem akarok hatalmaskodni mások fölött. Azt látom, hogy milyen csodálatra méltó, milyen szeretetre méltó az ő jelleme. Gondolkoztatok már Krisztuson bármelyik élethelyzetben? Hogyan beszél az édesanyjával? Hallottam egy fordítást, amikor a kánai mennyegzőről van szó, és ott úgy fordították, hogy madam, azt az arám szót, amit nem tudunk magyarul se, asszonyom vagy szeretett asszony. Olyan tisztelettel fordul az édesanyjához, aki a teremtménye. Én mindig, amikor ezt szóval elhatározom, hogy az én édesanyám még él, hogy akármikor beszélek vele telefonon vagy élőben, akkor a legkedvesebb szavakat fogom hozzászólni. Neked is van ilyen elhatározásod? Vagy inkább vitatkozni akarsz vele? Amikor Krisztus szemlélem abban, hogy hogyan végzi a munkáját, tudjátok, az apja mellett ács volt, akkor nekem folyamatos lelkiismert furdalásom van. Nektek nincs? Amikor Krisztus szemlélem, hogy hogyan dolgozik, akkor nekem folyamatos lelkiismert furdalásom van, mert azt látom, hogy az irodában dolgozom, néha mással foglalkozom, pedig azért fizetnek, hogy csak a munkámat végezzem. Néha megelégszem egy olyan megoldással, ami nem olyan, mint hogy a Krisztus jelenne. Ezt csak azért osztom meg veletek, mert szerintem ez mindannyiunknak a tapasztalata. Mert ez a motorja annak, hogy fejlődni akarunk. Ez a motorja annak, hogy naponta oda megyek Isten, és azt mondom, Uram, ma sem sikerült, és szeretném jobban, adj nekem szent lelket, hogy sikerüljön. Egyénileg kell készülnünk Istenünk elé. Egyénileg kell vizsgálnunk a szívünket. Szerintem sokan közülünk, nem is mondom, hogy rólatok beszélek, inkább beszéljünk nagyobb csoportról, inkább vallásos emberek. Vallásos emberek, mert így mondja a Biblia, megtagadják a hitnek az erejét. Tudjátok, mi a hitnek az ereje? Ki az, aki tudja? Senki nem meri föltenni a kezét. Tudom, most sokan tudjátok. A hit ereje, hogy felmerem tenni a kezem. A hit ereje az, amikor az egyik része, és lehet, hogy a definíción, a meghatározáson meg fogtok döbbenni,
amikor a térdeimen Istennel beszélgetek, és azt mondom neki, világíts be a szívemnek minden részébe, és mutasd meg nekem, hogy hol van még az a hiányosság, amit be kell vallanom. Szándékosan nem azt mondtam, amit le kell győznem. Ha bevallom Istennek, amikor bevilágít valamire, hogy a feleségemmel, a gyerekemmel, a munkatársammal, a barátommal, a szülőmmel, ezt vagy azt másképpen, de amikor bevilágít ebben, akkor valljátok be neki. Azért világít be, hogy megvalljad neki a bűnöket, és ő hű és igaz, hogy megbocsásson nekünk. Kicsit eltértem attól, amit mondani akartam. Mondanék néhány praktikus dolgot, hogy hogyan tudunk felkészülni az Istennel való találkozásra. Például az egyik ilyen praktikus dolog, ami nagyon-nagyon nehéz nekem, de gondolom másnak is, így mondja a Biblia, egymást különbnek tartsátok. Tudjátok, én mindent kimerek mondani. Én, mivel HR-es vagyok, humán erőforrás gazdálkodás, ezért leginkább nők között dolgozom. És sokszor mondom nekik, hogy egymást különbnek tartsátok. Én nem voltam nő, nem is leszek, de remélem, de szerintem, lehet, hogy megkövesztek érte, ez a tanács a nőknek sokkal nehezebb. Nem? A férfiakat esetleg különbnek tartják, de a többi barátnőt, vagy munkatársnőt, hogy azt mondani, hogy hát látom benne, hogy ez a pozitív, meg az a pozitív, meg amaz a pozitív, én is szeretném azt a részét ennek a személyiségnek, a magam személyiségnek részesévé tenni. Inkább azt látom, hogy lehet ilyen, hogy gondolkozik így. Még egyszer mondom, egymást különbnek tartsátok. Vegyétek észre, hogy a másikban mi a jó. És ami jó benne, azt erősítsétek. Például nekem most női főnököm van. És ráadásul német. Ezt nem jelent semmit. És amikor először találkoztunk, hát nagyon különbözőek vagyunk. És akkor magamnak is mondtam, Józsi, őt különbnek kell tartanod magadnál, mert ez az Istennek a tanácsa, akkor fogsz fejlődni. És mióta másfél éve együtt dolgozunk, egy csomó jó dolgot látok benne, és egy csomó jó dolog miatt tudom őt szeretni. És egy csomó jó dolgot elloptam tőle. Pedig a kezdeti benyomásom az volt, hogy fogunk mi együtt dolgozni 5 éven keresztül. Nagyon nagy a különbség. Ha Istent kérjük, ha Isten tanácsait követjük, egy olyan átalakulás megy végbe bennünk, az Isten úgy átalakít téged meg engem, hogy nem is veszed észre, elkezdesz hasonlítani a példaképedre Jézusra. Olyan leszel, olyan jó, ahogy a Biblia mondja, olyan jó illatot fogsz árasztani, mint a Krisztust jelképező jó illatvételű oltár, amikor rátették a fűszert, és érezték, hogy egy kellemes illat száll föl. Határozzátok el velem együtt, hogy amikor osztálytársak, munkatársak, emberek között vagyunk, akkor mi legyünk az, aki a napsugár. Én pszichológián tanultam azt, a humanisztikus pszichológia mondta azt, amikor te belépsz egy csoportba, akkor te legyél a nap, sugároz vissza. Én azt mondom, legyél a fehér meszelt fal, amiről az Istennek a napja rólad visszatükröződik. Az majdnem ugyanaz, csak egy kicsit különbség. Az egyikben te képzeld magad napnak, ez a rossz pszichológia, a másikban meg az igazi napot próbálod visszatükrözni, az meg a bibliai pszichológia. Bocsánat, nem akarok pszichológizálni. Amikor valakivel kapcsolatba kerülsz, azt tudom mondani a feleségemnek, amikor rámosolgok, vagy mondok egy kedveset, ez nekem ingyen van, de neked megfizethetetlen. Nem? Minden reakciótok legyen ilyen. Ingyen adjátok, ingyen kaptátok, a másik számára megfizethetetlen sokat fog érni. A másik ilyen dolog, ami még ennél is nehezebb, egymás terhét hordozzátok. Most nem akarok itt senkit se zavarba hozni, úgyhogy valaki lent hagyhatja a kezét, csak engem bátorítson, aki fölteheti. Van, akinek van már szíve választott párja? Oké, örülök, jó, rendben van. Őneki is van olyan terhe, amit neked kell hordozni? Nem merítek föltenek? Mindenkinek van. Egymás terheit hordozzátok, méghozzá örömmel. Sok olyan fiatal megszólítja, hogy hát nem akarok ezzel a nővel együtt élni, nem akarok ezzel a férfivel együtt élni, hát ez teljesen lehet. Egymás terheit hordozzátok.
Én is elég teher vagyok Csillának, Csilla kisebb teher nekem. De hordozni kell. És végezetül ezt a részt még azzal szeretném elmondani, nyissuk ki hozzá a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét. Az én Bibliámban a 265. oldal. És szeretnék elolvasni 5 verset. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. versétől. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, és nem tudta, hogy hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakott, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. 13. vers. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván kijelentik, hogy hazár keresnek, és hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudnyílik mennyei után. Azért nem szégyel őket az Isten, hogy az Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Miért olvastam ezt föl? Szerintem ez egy keresztény embernek az életmottója. Tudjátok, hogy én most Brüsszelben élek, dolgoztam már Norvégiában, dolgoztam már Németországban, tehát nekem könnyű elgondolni azt, hogy milyen, mikor az ember vándor és idegen. Könnyebb beleélnem magam. De az egész földi életünk egy idegen országban való vándorlás, és várjuk azt, amikor belépünk abba az országba, aminek a polgárai vagyunk, amit nekünk Isten készített. Bármi, ami itt a földön történik, az egy átmeneti utazásnak a tapasztalata. És mi előre figyelünk. Azt mondja, Ábrahám, Jákob, Izsák, mindegyik hit példakép, előre tekintett. Azt mondja, Isten elhívta őket, hogy egy olyan földre menjenek, amit még nem láttak. Ti már az új földet láttátok? Nem láttátok még. Afelé tartunk? Afelé tartunk. Tudjuk, milyen az új föld? Nem nagyon tudjuk, de majd még beszélünk róla mindjárt. De elhatároztuk, hogy hiszünk Istennek. Hiszünk Istennek, hogy ami jó földet nekünk ad, ott boldogok leszünk, oda tartunk. Ez ad nekünk idegen szóval motivációt, ez ad nekünk energiát, hogy menjünk előre. Valaki azt kérdezte tőlem, egy édesanyja, akinek a gyermeke 1 éves korban halt meg. Józsi, te hívő vagy, kint Belgiumban. Józsi, te hívő vagy, ilyenkor mit tudsz mondani? Hát milyen az Isten, aki ez 1 éves gyermeket megöli? Így fogalmazott, nagyon keményen. Azt mondtam neki, én biztos vagyok abban, hogy ennek a gyermeknek a lehető legjobb élete lesz, mert amikor feltámad, tudjátok, hogy minden ártatlan gyermek feltámad, tudjátok ezt? Mindegyik. Egy éves gyermek nem hoz szándékosan bűnbeli döntést. Nem követel szándékosan bűnt. Ezért azt mondja a Biblia, ártatlanok ezek. Ezek feltámadnak, és 2 lehetőség van. Vagy a feltámadt édesanya, aki most szomorú és sír, mert a gyermeke meghalt, ő fogja az ölébe venni, és egy olyan gyermekkora lesz, ami egyikünk csak sincs. Te hol töltötted volna szívesen a gyermekkorodat? Itt a földön, vagy a mennyben? Én a mennyben. Minden gyermek, ez a gyermek is, aki 1 évesen meghal, az egész gyermekkorát a mennyben fogja tölteni. Ott fog felnőtté válni. Én irigylem őt. Gondoljátok el, és az édesanyja vissza fogja őt kapni? Ha nem, ha az édesanyja nem lesz ott, akkor egy angyal fogja az ölébe menni, és egy bűntelen lény fogja őt felnevelni. Nincs ok a sírásra. Isten a szeretet. Aki a mennyben lesz, az egyszerűen elfelejt mindent, ami a földön volt. Belepillantsuk egy kicsit, hogy milyen a menny. Akarjátok tudni, milyen a menny? Hát először is még nem a Bibliában, először csak így józan parasztésszel, jó? A parasztas stimmel, a józan az nem biztos. Józan parasztésszel. A gimnáziumban
matek szakra jártam, úgyhogy szeretem a számokat, és szeretek ilyen számbeli vicceket csinálni. Most itt ülünk néhányan, de mi csak mondjuk 130-an vagyunk körülbelül. Vagy jegyzetek szerint, nem számoltam meg jegyzetek szerint. Az egész Földön most kb. 7 milliárdan élnek. Az egész eddigi 6000 év alatt néhány milliárdan éltek, azok közül jó sokan fel fognak támadni, és örök életet fognak kapni. Ha összeadjuk az összes ember életét, aki eddig csak élt a Földön, Ádámtól kezdve, és meghalt Ádámtól kezdve egész hozzánk, azt a sok milliárd embert, van, aki 901 néhány évig élt, van, aki 101 néhány évig élt, van, aki néhány tíz évet élt, van, aki csak néhány évet élt, ezt a sok-sok évet mind összeadjuk, ez már nagyon sok trillió, és ez a sok-sok év mind kevesebb, végtelenül kevesebb, mint amit majd élni fogunk a mennyben. Gondoljátok el. Akárki, aki élt egy életet, megszületésétől a haláláig, azt az életet, mi nem azt mondom, hogy újraélhetjük, de azt mondom, hogy leélhetjük, és a következőt, és a következőjét. A végtelen az felfoghatatlan, ugye? Gondold el. Szóval el se hiszem, hogy amikor feltámadunk, akkor nem lesz többé halál. Nem lesz betegség. Nem lesz könnyű sírás. Nem lesz fájdalom. Nem lesz fáradtság. Ha nem lesz halál, azt jelenti, hogy ha letépsz egy virágot, az nem fog meghalni, mert nem lesz halál. El tudod gondolni? Milyen lesz az? Nem tud elgondolni. Azt tudom, hogy néhányan látták. A Biblia beszámol arról, hogy például Péter, Jakab és János apostol a hegyen, mikor Illés és Mózes lejött, hogy erősítse Jézust, beszélgessenek vele, akkor Jakab, János és Péter ott voltak. És tudjátok, milyen reakciót váltott ki Péterből ez a tapasztalat? Azt mondta Péter, Uram, csináljunk gyorsan 3 sátrat, és itt fogunk élni örökké. Ez a reakció. Pedig csak annyi volt, hogy lejött 2 mennyben lakó polgár. Gondoljátok el, hogy milyen, a szíve mit érezhetett Péter. Péter egy kemény halászember volt. Azt mondja, Uram, azonnal építünk, és itt leszünk. Azt mondta János a fiatal, mert nem tudta, hogy mit beszél. Nem tudta, hogy mit beszél. Gondoljátok el. Aztán János maga, ugye szintén János, Péter és Jézus, ez egy nagyon jó hármas, ha szabad így fogalmaznom. Amikor a legutolsó erdet látjuk János evangéliumában, akkor megkérdezi Pétertől Jézus, emlékeztek, szeretsz engem? Szeretlek, szeretsz engem? Szeretlek, szeretsz engem? Szeretlek. Görögbe agapé, filie, 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 ezt majd otthon tanulmányozzátok, nem ez a lényeg. Ezután azt mondta, legeltesd a bálinkat, és kövess engem, és mikor követi őt, megfordul és látja Jánost, és azt mondja, és ő vele mi lesz? És ő vele mi lesz? Emlékeztek erre a sztorira? És ő vele mi lesz? Itt csak megállj egy pillanatra, itt nézhetünk egymásra. És vajon vele mi lesz? Vajon vele mi lesz? Vajon vele mi lesz? Azt mondja Jézus, itt csak te vagy, meg én vagyok. Csak a kettőn kapcsolat. Az, hogy kinek milyen egyéni terve van, kinek milyen egyéni tervet készítettem, az nem a te dolgod. Azt mondta Péternek is, hát ilyen udvariasan, ahhoz nem sok közöd van. Te csak kövess engem. És ha azt akarom, ezért mondtam a sztorit, és ha azt akarom, hogy addig ne halljon meg, amíg vissza nem jövök, akkor úgy lesz. És elterjedt a keresztények között, hogy János soha nem fog meghalni. És majdnem igaz is volt, mert megfőzték olajba, semmi baja nem lehet. Mondták, igen, mondta Jézus, hogy nem fog meghalni. De azt mondta János, míg írt az evangéliumot, nem azt mondta, hogy nem fog meghalni, hanem azt mondta, ha akarom, hogy ne halljon meg, akkor nem fog meghalni. Amíg vissza nem jövök. És miért mondom a sztorit? Azért, mert valóban nem halt meg, mert ugyan megfőzték olajban, és semmi baja nem lett. Elküldték Patmos szigetére, mert nem viselték el az igazságot, és Patmos szigetén visszajött Jézus. Azt mondja János, az egész jelenések könyve erről szól, és láttam, ahogy eljön. És János, ezért mondtam az egész sztorit, és János azt mondta, és láttam a várost, ami leszáll a mennyből. Keressük meg jelenések 21. fejezetében. Néhány érdekes dolgot lássunk erről. Ezek után láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És csak megállt egy pillanatra, mindent újra fog teremteni Isten. Az eget, a földet, és nem lesz embert embertől elválasztó végtelen óceán. A végtelen a víz a szép. A tavak szépek, a nagyobb méretű tavak is szépek, de amikor csak vizet látsz, és utána is csak vizet, annak nincsen sok értelme. Az az özönvíznek a nyoma. Ez el fog tűnni. És én, János, láttam a Szent Várost,
az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítvén, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Milyen fura ez a János, ami a férfi is azt mondja, hogy hát ha egy nagyon szépet akarok elképzelni, ha egy nagyon szépet, akkor a legszebb dolog a világon egy mennyasszony. A nők egyetértenek? Hát a férfi számára legyen ez a legszebb. Mint egy férje számára felékesített, elkészült mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 10. vers. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsőség, és annak a világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felirott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Itt csak zárva jegyzem meg, ha valaki a 144 ezer között lesz, ha valaki közülünk a 144 ezer között lesz, akkor annak a neve fel lesz írva Jeruzsálem falára örökre. Az egész világ egyetem látni fogja az Izrael 12 törzséből származó 144 ezer. Ez csak úgy zárójelben. Napkeletről 3 kapu, és a többi, és a többi. És ezt szeretném olvasni, 16. vers. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, vagyis négyzet alapú. És megmérte a várost vesszővel, 12 000 görögben stadium, ugye az egyes szám, stadion, és stadia a többes szám, 12 000 stadia, annak hosszúsága és szélessége, és magassága egyenlő. Tudjátok mennyi egy stadium? Egy stadion? Gondoljátok el, hogy futnak a stadionban, könnyű ezt megérzni, ugye a hossza, az hosszabb, mint a széle, 186 méter, memóriám szerint, 186 méter. A 12 000 stadia, szorozva 12 000 stadiával, a 144 000 négyzet stadia, ezt még senki nem tudja mi, ugye meg görögül mondom, de az 5 millió négyzetkilométer. Tudjátok mennyi 5 millió négyzetkilométer? Csak úgy nagyjából. 5 millió négyzetkilométer nagyobb, mint egész India, és kisebb, mint Ausztrália, a kettő között középen. Tehát én neki is dolgokról gondolkodjatok, amikor a Földet újjáteremti, amikor a mennyei Jeruzsálem lejön, és itt csak itt emberi stadionban mértem, nem angyalban, mert utána János belemegy abba, hogy aztán megmérte a városfal magasságát, mennyi könyök, és akkor már ő zavarba mondta, hogy ennyi és ennyi könyök, emberkönyök, akarom mondani angyalkönyök, tehát nem tudjuk, hogy ez a stadia, maradjunk csak az emberi stadionnál, az angyalok körülbelül, hát nem tudom, kétszer magasabbak, mint mi, de maradjunk az emberinél. 5 millió négyzetkilométer. Pontosan 144 millió négyzet stadia, a 144 ezerre mindenkire jut egy kevés hely. És az csak a város. Az csak a város, gondoljátok el. És nem azért mondom, hogy arannyal, na jól sajtok el, jáspiskővel, de próbálja leírni, hogy milyen gyönyörű. Hogy milyen gyönyörű. Ha valaki egy pillanatra csak megláthatja a mennyt, akkor nem akar visszajönni a földre. Ellen White-tól olvastam azt, hogy egy látomásban megmutatta neki, 17 éves volt akkor, vagy 16, bocsánat, nem tudom, utána kell néznem, az első látomásában. És az történt, hogy azt mondta, miután visszajöttem a földre, depressziós voltam. Ha jól emlékszem, fél évig depressziós volt. Azt mondta, nem akart a földön élni. El tudjátok ezt gondolni? Pedig a földön is vannak gyönyörű látványok, tavak, gyönyörű erdők, gyönyörű dombok, lankák, amit csak gyönyörű állatok, amit el tudsz képzelni. Gyönyörű kisgyermekek. De ez mind-mind semmi, csak az árnyék. Én meg szeretném pillantani a mennyei Jeruzsálemet. Különben mindenki meg fogja pillantani, azt garantálom. Csak van, aki a városon kívül lesz. Van, aki meg belül. Én belül szeretném nézni
Régebben visszalőttünk, az egyik jó barátom, hogy azt mondta, találkozunk, csak vigyázz, hogy ne 1000 évvel később, ti is vigyázzatok. Tehát komolyra fordítva a szót, Isten, amikor az örökké valóságról beszél, amikor arról beszél, hogy milyen lesz, azt mondja, amit emberi szív meg sem gondolt. A te szívedben is már ébredtek vágyak, gondolom. Vagy te is már értél át boldogságot, te is már értél át örömöt. Azt mondja Pál apostol, amit a szívedbe vala a legjobbat éreztél, a legjobb élmény, ami megragadott, annak távoli köze nincs ahhoz, ami a mennyben vár. Ne ezt figyeljétek, hogy itt milyen fájdalmak vannak. Azt figyeljétek, hogy Krisztus lejött, és azt mondta, egy életcélom van, hogy megtudjátok, hogy van egy láthatatlan világ. Megtudjátok, hogy van egy Isten, aki vár ránk, és ővele találkozzunk. Nekem minden vágyam ez. A gyerekeimmel olyan sok vitánk van, ez is egy másik családi bepillantás, elnézést. Azt mondják, hogy hát megengedhetni magunknak ezt, vagy azt, vagy amazt, miért nem tesszük? Ez nagyon-nagyon nehéz egy fiatalnak. Nagyon nehéz lecke. Mondtam, hogy nem. Ez, ami itt van, erre nem szabad pazarolni. Másra kell. De ez nagyon nehéz lecke, megértem. Sok beszélgetésünk van ezzel kapcsolatban, és nyilván én is szerettem volna annak idején egy Volkswagen 2-t, Golf 2-t, aztán akartam egy bogárhátú Volkswagen, aztán nem tudom még mi mindent akartam, el akartam menni Amerikába, tehát értem, hogy egy fiatalnak nagyon sok, tehát nem lehet egy fiatalra úgy tekinteni, hogy már most csináljon mindent úgy, ahogy egy felnőtt, egy 50 éves már tud. De ti abban visszatérve, abban a nagy lehetőségben, hogy már egészen fiatalon a jó mellett dönthettek. És zárásul szeretnék még egy történetet elmondani, csak nagyon röviden, utána jött a megbeszélés, hogy biztos emlékeztek, hogy olvastátok azt, amikor Esdrás vezetésével visszajöttek Jeruzsálembe. És Esdrás megkapta a királytól az engedélyt, hogy visszamehettek, és akkor kiirdette, hogy jöjjenek a zsidók, és akkor menjünk vissza Jeruzsálembe. Értitek a jelképet? Élnek a fogságban, élnek egy idegen országban, szimbólum alatt élnek a bűn fogságában, és azt mondja a király, visszamehettek az ígéret földjére, elmehettek a mennybe. És akkor Esdrás kiirdeti, hogy jöjjenek, és amikor meglátjuk, hogy elég kevesen vannak. És még jobban meglepődik, hogy amikor megnézi, hogy kik jönnek el, akkor a Lévi fiai közül senki nincs ott. A Lévi fiai azok az elhívott papság. Mai lefordított szóval én meg te, ti, akik ismerik az igazságot, akik Isten arra hívott el, hogy papok legyenek. Gondoljátok el, minket ez a veszély nem fenyeget, hogy annyira szeretjük ezt a földi világot, annyira belemélyülünk ebbe a földi világba, olyan komfortossá tesszük, hogy kezd elhomályosulni, hogy mi csak vándorok vagyunk. Mi csak vándorok vagyunk. Nekünk is Esdrásoknak kell lenni. A mennyeit kell figyelnünk. És amikor Esdrásék végül is elindultak, tudjátok, hogy indultak el? Meg voltak rakodva arannyal, ezüsttel, értékekkel. És miután megrakta őket a király ezekkel a javakkal, akkor mondta, hogy hát nem akarsz katonai kíséretet? És mondta, nem, akart egy bizonyságtételt tenni a királynak, aki nem volt hívő annyira, hogy azt mondta, hogy hát az Isten majd vigyázni fog ránk. És ezt fordítsd le a te életedre is. Ne rendezkedj be ebbe a földi életbe olyan nagyon, hogy elhomályosuljon a mennyei. És ha eldöntötted, hogy el akarsz jutni a mennyei városba, akkor Esdrásék is látható katonaság nélkül mentek, de egy láthatatlan erő körülvette őket. És 3,5 hónapon keresztül gyermekekkel, anyákkal, nőkkel, fiatalokkal mentek Jeruzsálem felé, és az Isten megtartott őket, és elérték a várost. Azt szeretném kérdezni tőletek, fiatalok, hogyha van valaki, tudom, hogy nem nagyon megszokott ez Magyarországon, de most büszkélek, és annyira megtetszett nekem, és szeretném, én is tettem ilyet, és megerősített. Ha van valaki köztetek, aki úgy gondolja, hogy szeretne a mennyei városba eljutni, álljon föl. Nem baj, ha nem áll föl egy csodat. Ha valaki azt gondolja, hogy én el szeretnék jutni a mennyei városba, mert talán imádkozunk ezért, az álljon föl, és lássam, hogy van, aki van olyan. Aki azt mondja, a földi életen túl, nekem van egy mennyei életem. Köszönöm szépen. Szabad ülve is maradni. Nincs csoportnyomás. Kóra való tekintet nélkül lehet ülve is maradni. Így van.
Aki el akar jutni a mennyei városba, az tudja azt, hogy mi is gyermekek vagyunk. Mi is erőtelenek vagyunk, mint Ezrásig. De azt mondjuk Ezrással együtt, van valaki, aki velem lesz végig az úton. Én amikor körül akarok nézni, tudom, te is fel akarsz állni. Amikor körül fog majd nézni a mennyei Jeruzsálembe, akkor egymást kell felismernünk, romolhatatlan testben. Én annyira szeretném, kedves gyermekek, kedves fiatalok, hogy egészen korán határozzátok el azt, hogy nekem Isten segítsége kell ahhoz, hogy az életem célba jöjjön. És legyetek a napot visszasugárzó keresztények, hívők. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük néked azt, hogy te megtörted az ellenség hatalmát, és a te csodálatos világosságod beragyolt a mi életünkbe, a mi szívünkbe, és a Biblia lapjain keresztül, a te szavadon keresztül megismerhettük azt a jobb világot, ami után mi vágyakozunk. Megismerhettük azt a jobb világot, ahol nincsen halál, nincsen fájdalom, nincsen könny, nincsen fáradtság, hanem örök élet van, és ahol együtt lehetünk te veled. Atyánk, segíts nekünk, hogy ne magunkra nézzünk, hanem erre a mennyei városra nézzünk, és benne Krisztusra. És ha úgy gondoljuk, hogy van valami, ami még elválaszt te tőled bennünket, akkor a titkos szobában, az ima alkalmakkor kérjünk arra, hogy világítsd be a szívünkbe, mutasd meg azt a bűnt, mutasd meg azt a hiányosságot, mutasd meg azt a gyengeséget, amit fel kell, hogy ismerjünk, és amit be kell, hogy valljunk te néked. Atyánk, megvalljuk neked, hogy olyan sok bűnnel és gyengeséggel küzdünk. Megvalljuk neked egyen-egyenként, hogy egyedül a te tökéletes fiad halála által megszerzett váltságban bízunk. Ez a váltság az, ami nekünk ingyen, ajándékként örök életet ad. És nem a mi bűneinkre tekintünk, hanem kérünk téged, adj a te szent lelkedet, hogy szemlélve Krisztust őre hasonlítsunk. Szeretnénk már egészen fiatalon, hogyha te formálnál bennünket, ha te formálnád az érzelmi életünket, a gondolkodásunkat, a beszélgetéseinket, a beszédünket, a cselekedeteinket. Add, hogy kedves, jó illat legyünk egymásnak és mindenki másnak. És így te is gyönyörködhess bennünk, hogy a teremtményeid, a gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és köszönjük, hogy velünk voltál Krisztusunk nevében. Amen.